Minden sportágban presztízs csatának számít egy-egy Sárospatak Sátoraljaújhely összecsapás. Így volt ez az elmúlt hétvégén az MB3-as asztali teniszbajnokság keretében zajló mérkőzésen is, melyre mindkét csapat játékosai talán jobban készültek fizikailag és szellemileg egyaránt. A Sárospatak visszakerült, még a Sátoraljaújhely felkerült az asztali tenisz MB3-as bajnokságba, ahol mindkét csapatnak a bent maradása tét, kinek ilyen, kinek olyan okok miatt. Talán emiatt is volt a szokásosnál is nagyobb tétje az egymás elleni találkozónak. Az MB3-ban nekünk az a cél, hát olyan 3-4 csapat van olyan egyforma eséllyel, a bennmaradásért küzdünk, tehát köztük vagyunk, nem beszélve arról, hogy erősödött nagyon az MB3, mert a három asztali tenisz Fellegvár, Ózd, Tiszaújváros, Miskolc. Rengeteg utánpótlás gyerek van, fiatalok van, amelyik már 14-15 éves és országos bajnokságot nyert. Tehát a fiatalok 14-15 évesek 4 meccseket nyernek itt NB3-ban. Mi attól nagyon messze vagyunk, mert ahhoz meg megint utánpótlás, viszont Patakon nincs utánpótlás. Mert ha nincs olyan tornatanár, aki szereti ezt a sportot, egyszerűen nem is küldi ide a gyerekeket, de nem is lehetne, mert mi elfoglaljuk edzésen ezt a, mert többen vagyunk, azért vagyunk 15-16 leigazolt játékos, tehát ha egyszerre megjelenének, akkor se tudnánk játszani, meg ahhoz külön edzőkéne, külön pénzt, szóval ez nem megy, nem megy. És hát jelenleg úgy állunk, hogy most új ellen, ha győzünk, akkor 4 pontunk van új ellennek, és a Holcimnak nincs pontja. A Holcimot is megvertük, viszont ez egy nagyon nehéz meccs lesz, mert hát kiegyensúlyozottak lehet látni, hogy 2-0 visszamennek, megnyerik, szóval új ellenbe pedig jóval többet edzenek, mint nálunk. Nálunk az a baj, hogy majdnem mind családos az megyeibe is, és edzése egy-két alkalommal van, esetleg egy héten lehetőségünk. Öreg motoros vagy az asztali teniszben, ha mondhatom ezt a hasonlatot, milyen emlékek itt vannak a Sátoraljaújhely Sárospatak asztali tenisz összecsapásokból? Hát általában győztesen jöttünk ki, mivel hát ez a szakosztály 64-ben alakult, én alakítottam meg, én 53-tól játszottam, a keriskoromban játszottam, járási bajnokságba egyéni, tízek, páros, stb. Aztán Hollóházán nagyon sokat nyertünk, és valahogy új ellen mindig lejjebb úgy szakadva. Aztán mi voltunk az első Zemplén megyébe MB3-os csapat. Utána jött új hell, Szerencs. Szerencsnek viszont már olyan erős csapata van, hogy mind a két csoportban, az NB3-ban is, és a megyeibe is, még meg is nyerhetik a bajnokságot. Jó, hát sokan igazolnak, Újhelynek is van szlovák igazolás. Hát nálunk meg csak itt a környéken, meg akik itt laknak, innen tudunk válogatni, de fiatal nagyon nincs köztük. Hát, mert a 40 éves az már nem, tehát gyerekkorban kell ezt már megkezdeni, mert annyira felgyorsult a sport, ez a sportág. 5-6 mérkőzés ment le idáig, és hát idegtépő csatákban dőltek el a mérkőzések. Mi a döntő ilyen kiélezett csatákban itt a Sárospatak Sátoraljaújhely mérkőzése? Hát itt tényleg az ideg, illetve a rutin. Mert mi mondjuk kívülről, mikor vége egy szetnek, hogy mit kell játszani, utána meg is tudta fordítani. Tehát, de ez már egy ilyen játékosnak önmagának mindjárt. Tehát egy, lejátszik az ember egy szettet, akkor tudja, hogy mi az ellenfél gyengéje, és meg kell. De van, aki idegileg nem bírja, ha más tanácsot ad, pláne ha 2-0-ra vezet az ellenfél, de azért lehetett látni, hogy vissza lehet hozni azt a meccset, hogyha egy kicsit megmutatta az ember, hogy mit játszom. Hát mindenkinek más a stílusa, ugye elmondja. Egy tipp a végére? Hát talán egy olyan 10-8 nekünk, talán meg. Most jelenleg 4-2-re vezetünk, de hogy aztán a páros nem úgy jött, ahogy kellett volna, úgyhogy gondoltuk, hogy a két páros megnyerjük, az nem sikerült, az egyiket nyertük meg. De hát még nagyon hosszú van, ezt nem lehet megjósolni. Ki hogy bírja idegekkel, erővel, stb. Újhely az fiatalabb csapat, összeszokottabb. Hát nálunk megmondom a rutin,
győz esetleg, meg az ész, hogy fogja bírni tovább ezt játszani, ezt a stílust. A múlt évben sikerült a megyei bajnokságot veretlenül teljesítenünk, ezáltal jogot nyertünk az NB3-ban való feljutásra és szereplésre. Az elsődleges cél az volt, mint ami kettő évvel ezelőtt is, mivel a két bajnokság között viszonylag nagy a szakadék színvonalba, hogy az első év az mindig arról szóljon, hogy próbáljunk valahogy megkapaszkodni, ebbe az erősebb bajnokságba beleszokni. Úgyhogy most is ilyen célokkal indultunk neki. Szeptemberbe kezdtük, és most értünk ide a Újhely, illetve Patakújhely rangadóhoz. Hát elmondanám, hogy ez idáig sajnos nem sikerült még bajnoki mérkőzést nyernünk, de talán mondhatom azt, hogy a 10 csapatos bajnokságból az első 5 csapat volt úgymond a felsőház, tehát a erősebb, nagyobb erőt képviselő csapatok. Úgy gondolom, hogy most így a őszi szezon vége fele jönnek azok a csapatok, akik ellen igazán lehet esélyünk. Sikerült két új játékost igazolnunk a Újhelyi csapathoz. Ezt mindenképp szerettük volna megtenni, tudván, amit az előzőekben is mondtam, hogy erősebb ez a bajnokság, és szerettünk volna erősíteni. Ők felvidéki magyar srácok, kiskövesdiek, velük sikerült erősítenünk. Reméljük, hogy ki is tudjuk használni ezt a lehetőséget, és a döntő mérkőzésekben be tudnak nekünk segíteni. Helyi rangadónak számít az STC-STK összecsapás, ami a múlt hétvégén zajlott, már utána beszélgetünk, ami alapján az STC győzelmet aratott. Hát igazából, mint ahogy szokott is lenni, általában a szomszédos városok között mindig egy nagy rangadónak számít. Ez így van nálunk is. Mondhatom azt, hogy ez idáig a összes mérleget tekintve Patak még lényegesen jobb helyen áll az NB3-os csapatokat illetően, de sikerült már őket is korábban megcsípni, úgyhogy mindenképp úgy álltunk neki ennek a mérkőzésnek, hogy egy szoros meccset játszunk. Hát sajnos most nem így sikerült részünkről. A Patak 12-6 arányban hozta a meccset. Apró kis nyuanszokon múlt, hogy nem mi győzünk, illetve a fontosabb meccsek nem felénk billentek. Hát ez most így sikerült, megpróbálunk tavasszal ezen javítani. Igen, az eredmény alapján magabiztosnak tűnik ez a győzelem, de aki ott volt a mérkőzésen, látta, hogy szoros játszmákban dőltek el a mérkőzések. Mi döntött ebben a kiélezett küzdelemben? Ezt szokták mondani a sportban, hogy nem szoktak ilyen szóval mondatot kezdeni, hogy mi lett volna, ha én is sorolhatnám, hogy mi lett volna, ha esetleg behúzzuk a két párost, stb. Én úgy veszem észre, hogy talán ez még annak köszönhető, mivel, hogy mondtam is, nagy a szakadék a két bajnokság között, hogy ez általában így szokott lenni. A két évvel ezelőtti NB3-os tapasztalat is ezt mutatja, hogy az őszi fordulókban még ezek a úgymond tétmeccsek, 3-2-es meccsek nem igazán billennek hozzánk, tehát még bele kell rázódni ebbe a nagyobb színvonalba. De úgy gondolom, hogy tavasszal ebből tudunk profitálni, és a tavaszi meccseken, hogyha csak ezeknek a döntő meccseknek a legalább a fele ide jön hozzánk, akkor bizony be tudunk húzni nem is egy mérkőzést, úgyhogy most is erre számítunk, hogy ez a sok 3-2-es meccs, ami jelen esetben Patakán is, azt hiszem legalább 4 vagy 5 volt, ha legalább a fele ide jön, akkor minimum egy döntetlent el tudunk élni. Más stílusú asztali teniszt játszik a Sárospatak. Ilyenkor döntő lehet az is, hogy ki tudja az egymás stílusát egymásra erőltetni. Ebben is talán most jobbak voltak a patakiak? Hát így van, többnyire ez számít, hogy kinek az akarata érvényesül az asztalnál. Mi mondhatom, mindannyian Újhely játékosok inkább a támadó felfogású asztali teniszt szeretjük és játsszuk. Patakon inkább ilyen rutinos, mindenoldalú játékosok szerepelnek, tehát nem okoz nekik problémát, ha kell beállnak védekezni, ha kell támadnak. Lehet, hogy most ezért billent feléjük a mérleg, mert ezt a játékstílust ők jobban
ránk tudták erőltetni, és ezért sikerült nyerni. Hát próbálunk felkészülni a következő meccsekbe erre is, és mi is szeretnénk visszavágni nekik.